zenei tábor a Jókai úti óvodában, tanévkezdés előtt, tankönyvosztás után a refiben, a hulladékmentes Tiszáért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 31-én 18 óra 5 perckor. A művészet emberformáló erejére építenek a Jókai úti óvodában. Élmény és tevékenység keretein belül zajlott az idei zenei tábor. Oláni György Erikával a Jókai úti óvodában a zenei táborról beszélgetünk. Itt mögöttünk különféle hangszerek készülnek, meg már halljuk is, hogy dobolnak is különböző újrahasznosított dolgokon. Mi minden zajlik a héten önöknél? Hát egész héten a zenéről szól ez a tábor, azért is zenei táborról van szó. Tegnap egy ismerkedési nap volt, ugyanis 32 gyermeket ismerhettünk be 6 különböző óvodából, 5 óvodapedagógussal és 3 Dajka néni segítségével. Hát a héten, tegnapi nap folyamán már voltunk a zeneiskolában, egy nagyon nagyszerű hangszerbemutatót láthattunk a zeneiskola jó voltából, illetve a templomba is sikerült bejutnunk, a akusztikát meghallgatni, illetve a maga az orgonát megismertetni a gyerekekkel. Egy volt óvodásunk mutatta be a maga a hangszert, kis Zsigikénk. Ő bemutatta az orgonának a történetét, nagyon-nagyon készült, és nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok rá. Utána volt egy kis lazító program, elmentünk fagyizni, és már 2 koncerten túl vagyunk. Garsi Nagy Andrea óvodapedagógus tartott tegnap egy kis koncertet a gyerekeknek, ilyen ismerkedős kis vidám műsort, illetve Házi Sárai Mária az ének tanszakával tegnap itt voltak, és egy nagyon aranyos, vidám kis interaktív műsort adtak a gyerekeknek. Most pedig kézműveskedés zajlik, és különböző hangszerek készülnek. Gondolom itt is lesz valami közös kis játék utána. Így van, tehát tegnap voltunk a zeneiskolába, és mivel hogy környezeti, tehát zöld óvodák is vagyunk, újrahasznosítható anyagokból készítünk hangszereket, amit nyilván felhasználunk a tevékenységek során. Ritmus hangszereket készítünk, párban, mikrocsoportban foglalkozunk velük, hallásfejlesztünk a gyerekeknek, és ezt a mindennapokban használni is fogjuk. És hát a tánc is hozzászokott tartozni minden évben ehhez a táborhoz. Így van, tehát a hagyományokat ápoljuk minden nap. Minden nap tanulunk egy új dalos játékot a gyerekekkel. Ezt minden nap felevelítjük, újakat tanulunk, néptáncokat, néptánc motivumokat tanít Szabó Erika, óvodapedagógus, és ezt a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, mert ugye így alakulnak ki a társas kapcsolatok, és ennek nagyon örülünk. És hát azért az ányos fák alatt azért ezt a meleget is könnyebb elviselni a gyerekeknek. Mivel zárul majd a tábor pénteken? Pénteken elmegyünk lovaskocsikázni a reggeli időben. Reméljük, hogy azért nem lesz olyan túl nagy meleg. Illetve délután készülünk egy Ki mit tuddal. Ez már hagyomány a táborunkban. Egész héten ugye a gyerekek megismerték egymást, és várjuk az egyéni, illetve közös produkciókat, és ez nagyon szabadon választott. Tehát valaki énekel, de nem zárkozunk el a versmondástól, a tánctól sem, tehát itt a gyerekek dönthetik el, hozhatnak zenét, hangszert, amit bemutathatnak a gyerekeknek, készítünk egy színpadot nekik, és bemutathatják a társaiknak. És Ó néni mikor játszik neki? Én ma, a mai nap folyamán szeretnék nekik, illetve nem is a mai nap, mert délután van egy fontos programunk, a Sportolj velünk program, amit a Akácliget fürdőben valósítanak meg, és mi is csatlakozunk ehhez a programhoz, úgyhogy a délután folyamán oda megyünk. Valószínűleg holnap, mert holnap a Fazekas házba el tudunk menni, és egy kicsit majd kézműveskedni ott is, illetve itt az óvodában, és inkább a holnapi nap lesz az a nap, amikor mikrocsoportban hangszereket tudunk bemutatni, illetve dallamhangszerekkel is játszatni a gyerekeket. Itt az előbb szólt egy zene, egy ilyen nagyon mozgalmas zene. Azt gondolom, hogy ez közös tánc is biztos lesz még itt pénteken zárásként. Igen, készülünk a táncra, ugye, hogy a
Karantén után vagyunk, és ez nagyon sok mindenkinek nagyon nehéz időszak volt, és az a ismert dallam, amit sokan feldolgoztak egy bizonyos tánccal. Mi óvodai szinten a saját életkorunkhoz kapcsolódóan megtanultuk nagyon egyszerű lépésekkel, és nagyon tetszik a gyerekeknek, és ezt a szülőknek majd elküldjük e-mailen, illetve azok, ami egész héten készült a gyerekekről fénykép, ezt mind megkapják a szülők, és meg tudják nézni, és a gyerekek is fel tudják majd eleveníteni, hogy mi is történt ezen a héten. Lósz Csilla intézményvezetővel a tanévkezdésről beszélgettünk. Üdvözlöm Lósz Csillát, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának az intézményvezetőjét. Hamarosan itt van szeptember, elindul a tanév. Mit lehet tudni a tanévkezdetről? Ilyenkor a nevelőtestület, akik már megkezdték a munkájukat augusztus 23-tól, előkészítik a tanévet. Folyamatosan érkeznek a tagintézményeinkbe a könyvek, a tanszercsomagok, alakul a tantárgyfelosztás, az órarendek, tehát minden olyan előkészületen dolgozunk együtt a nevelőtestülettel, ami majd lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen induljon a tanév. A tankönyvek érkezéséről, illetőleg amiről már beszéltünk is, a tanszercsomagokról mit lehet tudni? Megérkezés után ezek a tankönyvek szortírozásra kerülnek, és minden egyes gyermek név szerint fogja megkapni majd a tankönyveit szeptember 1-én, az első tanítási napon. Az idei évben is, mint a tavalyi évben is, azelőtt is, az arra rászoruló gyermekek, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanszercsomagot kapnak. Ezeknek a tanszercsomagoknak az osztására augusztus 30-án hétfői napon kerül sor a Kovács, illetve a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményeinkben. A tanulók, illetőleg az első osztályosok létszámáról mit lehet tudni? Az első osztályosok létszáma elég nagy, hiszen a Kiskulcsosi és a Kovács Mihály tagintézményünkben is most már második éve 2-2 osztályt tudunk indítani, illetve kell indítanunk. Bízunk benne, hogy ez a tendencia megmarad a következő években is, és visszajön az a struktúra, mint régen jó pár évvel ezelőtt, hogy 2 párhuzamos osztály volt minden év folyamon. Nevelőtestület tekintetében mi a helyzet? Ilyenkor augusztus végén még szoktak kérdőjelek lenni, hogy hogyan lássuk el az alapfeladatainkat, illetve meglegyen a megfelelő számú pedagógus, úgy tanító, mint szakos tanár egyaránt. Hát örömmel tudom mondani, hogy most per pillanat úgy állunk, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, megvan a kellő számú pedagógusunk. Még a művészeti iskolában várunk egy zongoratanár, de bízom benne, hogy az is hamar meg fog oldódni. Intézményvezető az, hogy már rá is tért a művészeti iskolára, ott tanévkezdés tekintetében mi mondható el? A tanévet ugye ott mindig egy kicsit később kezdjük már, mint a tanórák tartását, még az általános iskolákban ugye szeptember 1-én becsengetnek, a művészeti iskolában mindig egy pár nappal később. Ott szeptember 7-én, kedden délután 5 órától lesz egy ünnepélyes tanévnyitó az iskola Szabó József út 10 szám alatt épületének udvarán, és ott akkor kezdődnek meg a tanítási órák. Előtte, ugye 1-től 7-éig meg fogjuk látogatni a karcagi általános iskolák osztályait, és hangszerbemutatókat fogunk tartani, hiszen még vannak olyan tanszakok, ahova várunk gyerekeket. Ilyen tanszak például a fuvola tanszak, a furuja, a trombita, a mérészfúvósok, tehát ide még várjuk a gyerekek jelentkezését, és a kollégák ezért mindent meg fognak tenni. Étszám tekintetében itt mi mondható el, és melyik talán a legnépszerűbb hangszer, és melyik korosztályt érint? Most per pillanat a legnépszerűbb hangszer az az ütőhangszer, illetve a zongora. Ezt nagyon sokan szeretik, főleg általános iskolai korosztályú gyerekek járnak ide, de megtalálható középiskolás gyermek is. Főleg a magánének tanszakon ott vannak középiskolás gyermekeink is. Jelenleg a művészeti iskola létszáma 150 fő körül mozog.
az elmúlt két év tapasztalatát figyelembe véve, és idén ne kerüljön rá sor ebben a tanévben. Ugye a koronavírus járvány nyilván befolyásolta az oktatói munka és a nevelői munka folyamatát. Ha ne adj Isten sor kerülne rá, akkor hogyan készül akár már most az intézmény erre a lehetőségre, megoldásra? Igen, mindig a gondolatainkban ott van, mikor a munkatervet is készítjük, illetve indítjuk az évet, hogy mi lesz, ha újra online oktatásra kell áttérnünk, de most már nem fogunk megérni, hiszen sajnos az utóbbi, elmondhatom, egy év, másfél év tapasztalata alapján beállt egy rendszer mind a három tagintézménybe. Megvannak azok a szükséges fórumok, platformok, ahol ezek az online órák zajlottak, illetve házi feladatadás. Megvannak azok a kapcsolatok, online kapcsolatok, telefonos kapcsolatok, elérhetőségek, ahol szinte azonnal tudnak a pedagógusok a gyerekekkel és a szülőkkel is kommunikálni. Tehát egy esetlegesen újra felmerülő ilyen helyzetben gyorsan tudunk váltani és reagálni, és minden fog a saját medrében tovább folytatódni. Munkával telt a nyár a református általános iskolában is. Minden készen áll a szeptember 1-i tanévkezdésre. Egész nyáron itt volt a technikai személyzet. A tisztasági meszelések, kisebb-nagyobb felújítások zavartalanul megtörténtek. Megkaptuk a tankönyveket 19-én, szintén hiánytalanul, és a mai napon és a holnapi napon a szülők a tankönyveket ingyenesen egy aláírás fejében átvehetik. Az eszközbeszerzések is megtörténtek, a pedagógusok dekorálnak, díszítik a tantermeket és a folyosókat, és várjuk a gyerekeket. Az iskolában jelenléti oktatással készülnek. Igen, nagyon bízunk abban, hogy jelenléti, úgynevezett hagyományos oktatással. A terminálokat előkészítettük, várhatóan az esetleges hőmérőzésre, tehát a járványügyi helyzetre való tekintettel is készülünk. A református templomunk olyan nagy, hogy bőven elférünk benne, vészhelyzet esetén is. Maszkot sem kell használni, 2500 fő a befogadó képessége, tehát a távolságtartást bőségesen meg tudjuk tartani. Idén 3 első osztályt tudnak indítani. 60 első osztályos tanuló jelentkezett, és 3 első osztályt tudunk indítani, ismételtem. Földváriné és Simon Ilona intézményvezető elmondta, a jelenléti oktatáson túlmenően fel vannak készülve az esetleges online oktatásra is. Jelenléti oktatásra készülünk a tanévben, de természetesen nem tettük be a fiókba a digitális oktatás sem, tehát hogyha szükséges, akkor elővesszük és zökkenőmentesen át tudunk állni, és folytatni tudjuk a tanítást. Holnaptól a gyerekek már a fertőtlenített tantermekben kezdik meg az oktatást. Civil környezetvédők, egy kormányzati szerv és egy nemzetközi nagyvállalat fogott össze annak érdekében, hogy a Tisza a lehető legtisztább legyen. Rengeteg ilyen nagy zsákokra volt idén is szükség, hogy a Tisza középső szakaszán lehalászott hulladék mennyiséget összegyűjtsék. Egy üdítőital gyártó cég alapítványa 2 éve támogatja a hulladékmentes Tisza programot. Ennek a szemétnek a legnagyobb része Romániából és Ukrajnából jön, és azért jön ez Ukrajnából és Romániából, mert ott nincsenek meg a hulladékgyűjtésnek az infrastruktúrális feltételei. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy ezen változtatnunk kell. A Tiszán a kiskörei vízlépcső a legnagyobb mesterséges akadály. Itt rakódik le a folyó felső folyásáról az a hulladékmennyiség, amelyet az árvizek sodornak magukkal az árterekről. Sajnos a Tisza folyó szennyezése az olyan mértékű, hogy minden az összefogásra nagyon nagy szükség van. Mi ezt már több mint másfél évtizede Sziszifuszi munkaként végezzük ezt a munkát. Aki ebbe segít nekünk, és nem is nekünk, hanem a Tiszának, azt mindenféleképpen díjazzuk. Én nagyon örülök, hogy a civilek mellett most már multinacionális cég is bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe.
A PET-kupa önkéntesei több éve vesznek részt a Tisza hulladékmentesítésében. Idén a hivatásos és az önkéntes természetvédők 80 tonna hulladékot szedtek ki a folyóból. Ennek az együttműködésnek az lett az eredménye, hogy eddig nem tapasztalt hatékonysággal tudtuk kezelni azt a problémát, ami amúgy óriási fejtörést okoz. Tehát eleve már azt nehéz megfejteni, hogy miért került pontosan ide ez a hulladék, és utána azt kitalálni, hogy ezt hogy lehet úgy eltávolítani, hogy ne okozzon kárt az élővizeinkben, az meg egy még keményebb dió. A szétválogatott hulladék 60%-át tudják újrahasznosítani, vagyis ekkora mennyiséget sikerült másodlagos nyersanyagként visszaforgatni. A Tiszából kiszedett szemétből készült például ez a plasztik kajak is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. A viszontlátásra!